Üdv mindenkinek, sziasztok! Zazek vagyok a kabinból. Ebben a részben a motoromról, ez a robogómról lesz szó, meg a Ducatóról, hogy mi lett vele. Ugye, mint mondtam, a Ducató az mindösszesen 6 hónapot lehetett Angliában, majd miután Magyarországra visszamentünk vele, nem volt más lehetőség. Gondolkoztam azon, hogy esetleg lerakom mondjuk a telken vagy valahol, és amikor Magyarországon vagyok, akkor legalább ott van egy autó, és tudjuk azt használni. De ezt elvetettem, mert mondom, hogy ott álljon bizonytalan ideig, mert ugye ki tudja, hogy mikor fogunk legközelebb hazajönni. Mert ugye mi úgy érkeztünk Magyarországra, hogy a Ducatóval jöttünk, de már kint Angliában megvettük a repülőjegyet visszafele. Tehát tudtuk, hogy a Ducato az egyúttal idejön. És vagy letároljuk, vagy el lesz adva. De aztán a letárolást így elvetettem, mondom, annak nincs értelme, hogy bizonytalan ideig álljon valahol. Egyébként sem volt már annyira jó állapotban a karosszériája sajnos, mert tudni kell ezekről akkori korabeli kis terautókról, hogy eléggé rohadásra hajlamosak voltak. Tehát már a műszaki vizsgát is úgy kapta meg, hogy így hát a vizsga biztosan nagyon erősen be kellett takargatni a szemét 20 000-esekkel. Tehát nem nagyon volt esély, ezt még egyszer valaki áttolja a vizsgán, anélkül, hogy komoly lakatoláson át ne esne az autó. Ugye én autót tudok szerelni, lakatolni nem tudok. Tehát annyi volt a legjobb, amit tehettem, hogy ahol ilyen nagyon-nagyon ramagy halapodott a dologot, így műgyantával kicsit megsegítettem, hogy legalább ne legyen ott luk, hogy ne ázzon tovább, ne rohadjon tovább, amennyire lehet. De ez nem, tehát nem volt egy hosszú távon járható út, tehát a tárolás nem volt opció, úgyhogy el kellett adnom sajnos. Ez egy érdekes kör volt. A másik dolog pedig a motorom, tehát a robogó, ugye nekem volt a 200 köbcentis Piaggio Beverly, ugye azzal is csinálni kellett valamit, mert ugye nem tudtam volna tárolni biztonságban. Most a telekre lerakhattam volna, de oda az ilyen kicsit kieső hely, ott valaki betör, elviszik a motort, nekem az nem volt opció, tehát nem akartam ebben szórakozni. Tehát megkértem egy haveromat, aki kertesházból, aki hogy hagyd tároljam már le ott nála a Beverlyt, és akkor ugye mielőtt még kimentünk Angliába, és mondom, amikor majd kitalálom, hogy mi legyen vele, hogyha visszajövünk. És ugye visszajöttünk ugye 6 hónap után, és láttam már a szituációt, hogy megvettük kint az első autónkat, és ugye nem fogok Magyarországra visszaköltözni egy hamar, ha egyáltalán visszaköltözök, meg hazajárkálni se fogunk nagyon sűrűn, nekem ott mindenféleképpen motort kéne fenntartanom, ugye, hogyha áll csak valahol, az nem tesz jót neki, plusz fizetem a biztosítást, meg a súlyodat, meg mindent a semmire. Tehát ennek mondom, hogy nincs értelme, mondom, azt is inkább akkor eladom. Úgyhogy egyik napom az arra ment el még, hogy kimentem Nagykovácsiba, és a Ducatót alulról még, ahogy lehetett, úgy műgyantával, meg ilyen alvázidő festékkel, kicsit úgy hogy a nagyon rajmagy dolgokat úgy eltakargattam, és ugye így próbált hogy eladásra készre készíteni, vagy csinálni, hogy azért ne az, hogy egy ember benéz alá, azt azonnal elfordul, mert látja ezeket a nagy lukakat. Értelemszerűen nem titkoltam el, hogy lakatolni kell az autót, csak nem akartam én is egy lukas autóval járkálni. Szóval egy napom erre ment el, még Nagykovácsiba, hogy vettem ugye műgyantát, meg üvegszálat, és akkor valahogy megcsináltam az autón ott a nagy lukakat, ami nagyon látványos volt, meg lefújtam ugye alvázvédővel, miután megszáradt, illetve a motoromat kellett elhozni a haveromtól, ki azért is elmentem ugye a Ducatóval, összekötöttem ugye ezt egy ilyen család vagy haver látogatással, tehát elmentem hozzájuk, és ja, ez egy kicsit vicces sztori volt, ez a
tipikus, amikor az ember túl gondol valamit, meg az egyszerű gondolkodásúak. Ott nem is egyedül mentem már, hanem a Verával. Valami ügyből kifolyólag Vera följött velem Pestre. Most már nem tudom miért, lehet, hogy talán útlevelet intéztünk neki, vagy valami ilyesmit. Már nem vagyok benne biztos. Lényeg, hogy Vera fönn volt Pest, és mondta, hogy el kell mennünk a motorér, illetve hát beszélni akarok ugye a haverra, mert meglátogatom őket. És akkor elmentünk hozzájuk, és akkor nagyon jót beszélgettünk, meghívtak minket ebédre, tehát megebédeltünk náluk. És ott eltett egy jó pár óra hossza, azt hiszem még talán ki is sétáltunk a gyerekekkel meg velük együtt egy kicsit így, ők a római parthoz közel laknak. Kicsináltunk talán a római partra, ettünk egy fagyit, beszélgettünk, közben sztorizgattunk. És akkor visszamentünk, és akkor kezdődött a nagy férfi logisztika, hogy na, akkor a motort hogy fogom majd tudni eljuttatni a telekre. Mert ugye, hogy ha én megkérdettem a motort, és mondjuk annyi idő alatt még otthon vagyunk, nem megy el, akkor is jobb, hogyha telken van a motor, mert a fater ugye ki tud járni, és meg tudja mutatni a leendő vevőknek. Tehát ilyen logisztikáztunk, hogy hogy lehet majd ezt a motort ott kijuttatni a telekre, ott hogy fogom tudni letárolni, mikor van a haveromnak szabad ideje, hogy ezt megoldjuk, meg hogy tudjuk megoldani, és így bele se gondoltunk a legegyszerűbb megoldásba, és nagyon vicces volt, mert kilogisztikáztuk úgy, hogy valamikor, amikor haveromnak van ideje, akkor ő fölül majd a motorra, ugye ő tud motorozni, robogózni meg pláne egy ördöngösség, tehát fölül majd a motor, vagy a robogóra, kihozza nekem Nagykovácsiba, amikor én ott vagyok, és akkor én meg majd őt kocsival hazahozom. Tehát visszaviszem ugye a lakására, és akkor meg van oldva a logisztika. Jó, rendben, akkor ezt megbeszéljük, majd beszélünk a telefonon, hogy mikor lesz neki aktuális, melyik nap, ugye, melyik este tud kijönni, mikor tudjuk visszahozni, mikor nincsen, nem tudom én, tornedzés a gyerekeknek, meg zongoraóra, vagy nem tudom, és akkor így össze kell egyeztetni, ugye neki két gyereke van, tehát nem van egyszerű, hogy csak úgy fül a motor, azt eljön oda hozzám. Mondom, ez tök jó, meg tök szuper, minden oké, és tök beszélgettünk, és elbúcsúztunk, minden rendben van, beültünk a kocsiba, integettünk egymásnak, elindultunk. Majd elmegyünk egy olyan, hát nem akarok azon olyan egy kilométert, vagy még annyit se. A Vera, figyeld, Vera így rám néz, és ugye hát ő tanulja volt ennek a beszélgetésnek, hogy itt a logisztikázzuk 5 percen keresztül, hogy lehet majd megoldani az egész motor kijuttatást Nagykovácsiba. És akkor Vera így rám néz, te figyelj már, mondd. Miért nem hoztuk most el a motort? Most hagyok időt, érted? Tehát ott vagyok egy Fiat Ducatóval, egy teherautóval a haveromnál, és összelogisztikázzuk, hogy fogjuk majd ezt a motort onnan elhozni. Hát mondom, ilyet? Hogy és várjál, ez a férfi, ugye majd mi megoldjuk, majd mi 3 sör után kurva okosak voltunk, hogy milyen logisztika, kit, hova kell majd vinni, majd a Vera megszólal, hogy miért nem hoztuk most el. Mondom, baszd meg ilyen, hát ezt nem hiszem el. Hát hogy a szomba lehetek ilyen hülye? Hát mondom, ezt, mondom, miért nem ott szóltál? Azt mondja, hát tulajdonképpen ő sem nagyon gondoltott bele ebbe az egészbe. Úgyhogy mondtam, hát ekkora, mondom, úristen, ekkora sok sügeret egy lakáson. Hívtam a havert, mondom, figyelj, otthon vagy még. Azt mondja, persze, óvettem volna. Mondom, miért nem raktuk be a Ducato most a motort? Ő is homlokára csapott, azt mondja, Jézus már, de hülyek vagyunk, hát tényleg. Úgyhogy megfordultunk, visszamentünk a Ducatóval. Egyetlen egy hátrány volt a dolognak, hogy a motorod gyerek, nekem volt ilyen nagyon magas plexi, amivel együtt nem fért be a motor a Ducatóba. De ezt a plexit azt két csavarral le lehet szedni. Tehát lecsavaroztuk a plexit, ráadásul a habernak van garázsa, tehát van szerszáma, meg ilyesmi. Meg ő is szokott azért néha bütykölni egy amatőr szinten. Tehát kértettől a szerszámot, leszedtük a plexit, majd beraktuk a Ducatóba, és elindult Nagykovácsiba, de hát tényleg, amíg pakoltuk a Ducatót, meg szerettem a plexit, egyfolytában röhögtünk, hogy lehetünk ilyen hülyék, amikor ott vagyok egy teherautóval. Csak ugye az embernek ez így hirtelen, hogy föl sem merült, ugye bent ültünk a szobába, beszélgettünk, utána kimentünk a garázsba, elkezdtük nézegetni a motort, hogy
ekkor ez a motor, meg tud-e motorozni rajta, meg figyelj, már itt a gyújtás kapcsoló, ide fordíts, ott a nyomógomb, itt a fék, ott az index, és így magyaráztam, hogy kell motorozni, hogy kell ezt a motort vezetni neki, és eszembe is jutott, hogy az utcán ott áll kint egy Ducato, amiben tulajdonképpen röhögve befér az a motor, hát ez kényelmesen. Szóval ilyen nagyon vicces volt a dolog. Nem tudom, azóta is, amikor találkozunk, és ez is szóba kerül a sztoriát, így jót röhögünk rajta, hogy nagyon, nagyon hülyék voltunk akkori per pillanat. Szóval a lényeg, hogy beráttuk a motort, Beverlyt, és akkor kivittünk Nagy Kovácsi volt, meg ott meg leraktuk, meg a Plexit is hozzá, de mondom, hogy ilyen vicc volt, de egyébként ott a helyszínen ugye a Verános jutott eszébe, meg beszélgetett ugye a haveromnak a feleségével, és hogy el volt, amint a befőtt, és amikor meg beültük a kocsiba, és akkor oké, rendben, sziasztok, jó, rendben, akkor beszélünk, oké, puszi, puszi, hello, és akkor elmentünk. De még akkor ott álltunk itt a kapuban, meg mi beültünk ráadásul, ők nézték a Ducatót, és még akkor sem jutott senkinek eszébe, hogy gyerekek, itt a Ducato, a motort nyugodtan be lehetne rakni. Akkor már inkább csak az jutott ugye, hogy a motor logisztika az meg van oldva. És akkor onnantól itt egy óra, vagy másfél, két óra múlva már csak az volt az elköszönésnél az emberekben, hogy jó volt titeket látni, rég láttunk, gyertek sűrűbben, meg jajdéjokat beszélgettünk, meg jó volt sétál római, meg vigyázzatok magatokra, meg onnantól már ez nem is, mivel a motorral kapcsolatos dolgot megbeszéltük, én nem tudja, hogy ez ki is, mert mindenkinek a fejéből. Csak utána egy ilyen pár perc, vagy egy pár kilométer vagy jutott Verának eszébe, hogy most miért nem hoztuk el a motort, és ez tényleg egy vicces sztori volt. Szóval a lényeg, hogy a motor be lett rakva, és elhoztuk, és leraktuk ugye Nagykovácsibot, mondtam Faternak, hogy fő van rakva a hirdetés, ha ne egy Isten nem megy el, akkor majd mit kell vele csinálnia. Ebben a videóban most kb. Ennyi lett volna, de elmeséltem volna nektek. Remélem tetszett a videó, meg a mondókám, meg a mondandó, meg a sztorik. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot, azt nagyon megköszönöm. Illetve ha nem vagy feliratkozva, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve a harang ikonocskát, hogy minden értesítést megkapja, hogyha új videót töltök föl. A következő részig pedig sziasztok!